A Komárom Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának évzárójára került sor a hétvégén a Tócsárdában. A két csapat edzőinek évértékelése előtt Beigelbek Attila, a KVS elnöke mondott köszöntőt. Büszkén beszélt mindkét csapatról, és hasonló, vagy még jobb folytatást kívánt a játékosoknak és a stábnak. Nagyon örülök. Minden elnöknek kívánom azt, hogy ilyen érzések legyenek benne a bajnokság végén, mint bennem vannak. A csapat mind az ifjúsági csapat, mind a felnőtt csapat kiváló helyen tartózkodik. Maximális esélye van a feljutásra vagy a továbblépésre, de hát természetesen nem csak a felnőttek és a ifjúságok, hanem a többi csapatunk is nagyon jó helyen áll a tabellán, és lehetősége vannak az előrelépésnek. Szeretnék hangot adni, hogy az önkormányzattól olyan támogatást kapunk, meg olyan feltételeket biztosítanak mind a KVS-nek, mind a gyerekeknek, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy nagyobb álmokat dédelgethessünk, illetve itt az eredmény annak, hogyha a csapat egységes és megfelel az irányítása, akkor nagy eredményekre képes. Célunk az, hogy szeretnénk nyilván a legmagasabb helyen végezni, tehát bajnokságot nyerni. Vörösházi Tibor, az U19-es csapat edzője, tájékoztatta a megjelenteket az ifjúságiak szezonbeli eredményeiről. Az őszi idényre egy összetartó, jó közösséget sikerült kialakítani, amely a legfontosabb cél volt. A bajnoki rajt nehézkesen indult a csapatnak, hiszen az első meccsek voltak a rangadók. Utána azonban fokozatosan jött fel a társaság, játékban és eredményekben is. Az őszi szezont a második helyen zárták, 2 pont hátránnyal a Kecskét mögött. Nyilatkozatában az őszi teljesítmény mellett a felkészülésről és a folytatásról is beszélt. Azt fogadtuk meg az elején, illetve azt kérte, azt várta a vezetőség tőlünk, hogy próbáljunk meg egy olyan közösséget összehozni, ahol egyrészt jó hangulat van, másrészt ahol a gyerekek tudnak tovább fejlődni, gyerekek, felnőttek tudnak tovább fejlődni, és próbáljunk meg néhány játékost a felnőtt csapatnak a peremére juttatni, mind fizikálisan, mind mentálisan, hogy alkalmasak legyenek majd arra, hogy a felnőtt bajnokságban is megállják a helyüket. Az a tapasztalatom, hogy néha kevesebb, több alapon kell tovább haladni. Teljesen nem állunk le, csak az ünnepek alatt. Szeretnék tovább menni heti egy olyan foglalkozással, amikor teremben tudunk másfél-két órát együtt lenni. Szeretnénk felkészülni úgy erre a tavaszi szezonra, hogy az első néhány fordulóban, amikor a nehezebb vagy nehéz mérkőzéseink jönnek, addig olyan állapotban legyünk, hogy egy lépéssel mondjam azt, hogy a riválisaink előtt tudjunk járni, és bízom benne, ez eredményre fog vezetni. Mahata János tavasszal került a felnőtt csapat élére. Célként a feljutást tűzte ki az NB3-ba, és erre 2 évet adott magának és csapatának. Az első szezon feladata egy erős keret kialakítása, amely az eredményekből kiindulva nagyon jól halad. Őszi második helyezésükkel felülmúlták a várakozásokat, és nagyon jó alapot szolgál ez a további munkához. A szakvezető, ha lehetséges, már az első szezon után szeretne bajnokságot nyerni és feljutni, amihez a körülmények adottak. A csapat trénerét az őszi helyezésről, valamint a hazai pályán elért 100%-os mérlegről kérdeztük. A hazai mérkőzések nagyon jól jöttek, nem mondom, hogy minden alkalommal a legjobb játékot nyújtottuk, viszont 100%-osak vagyunk, és a játékosok maximálisat nyújtottak, teljes odaadással játszottak, és a tőlük telhető dolgokat véghez vitték, és hát 100% összes pont megmaradt itt Komáromban, és remélem, hogy ez továbbra is így fog maradni. A csapat elég sok gólt rúgott, jóval kevesebbet kapott, mint az ellenfelek. Nagyon jó mércével zártuk, és szeretnék az új évben ezt folytatni. Az új évet kezdjük január 10-én, és a fölkészülés reméljük, hogy jól fog sikerülni. Sok jó ellenfél, erős ellenfél szeretnék játszani, főleg ilyen Győr, Gyirmót, és még a Szlovákiában is néhány erősebb csapatát szeretnék játszani.